Az egri bikavér ünnepe méltó emlékezés az egri borvidék hőseire, ez a pár nap kiemelten róluk szól, mondta Talsó József hegybíró a megnyitón. Ez a borvidék képes 18. alkalommal is 118 kiváló bort és hozzátársított ételt kínálni. Lehet élni bor nélkül, de nem érdemes, ezt már Kállai Miklós, a Magyar Borakadémia elnöke mondta köszöntőjében. Arról is beszélt, hogy az elmúlt időszakban elhanyagoltuk a bikavért, de az itt dolgozó fiatal és idősebb generáció úgy gondolta, ennek a bornak jelentősége van mind az egri, mind a magyar szőlő és borágazat szempontjából. Györfi Balázs, a Nemzeti Agrárkamara elnöke szerint a világon nagyon kevés város van, amely ennyire kötődik a szőlő és borkultúrához, mint Eger. Amikor sikeres agrárágazatot kell megneveznie, a minőségi borkészítést szokta mondani. Úgy látja, egyre több a minőségi bort kínáló és kedvelő, a tudatos fogyasztó. Azt is mondta, Eger múltja fényes, a jelene és a jövője biztató. A Nemzetközi Terroir Konferencia zárónapját Egerben tartották. Habis László polgármester erről azt mondta, 20 ország 140 szakértőjét fogadta a város, bemutatták a legkiválóbb dűlőket. A borászokat arra kérte, fogjanak össze, tegyenek együtt az egri borvidék felemelkedéséért. A 2013-as év egri szőlőtermelője dr. Varga István lett, a bortermelőknek járó elismerést Lamport József, a Tummerer Pince főborásza kapta, a 2013-as év borgasztronómusa Nagy László. Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő az egri borvidéket bemutató könyvről azt mondta, közös eredmény, hogy megszületett. A képviselő új kezdeményezéssel állt elő. Készüljön el a Márton napra az egri borvidék szépségeit, értékeit bemutató honlap is, úgyhogy Márton napkor reményeink szerint nem csak új bor, hanem új honlap is lesz itt az egri borvidéken. Pál Sándor, az egri borvidék hegyközségi tanácsának elnöke kihirdette a borvidéki borverseny eredményét. 160 mintát kaptak 33 pincészettől, 158 bor érmes lett. Úgy tűnik, hogy ennyire jó volt a mezőny, az évjáratok is, az előttünk lévő évjárat, vagy mögöttünk lévő évjáratok is nagyon jók voltak, hál' Istennek nagyon jól dolgoznak az egri borászok is, és kiváló borokat készítenek. Az egri bikavér ünnepével együtt nyitották meg a 26. Agria Nemzetközi Folk Hétvégét, 3 éve fonódik össze a két rendezvény. A bikavér ünnep vasárnap estig tart, 36 borászat kínál 118 féle bort.